ki vagy mi motivált arra, hogy te elkezdjél zongorázni? Hogyan kezdődött ez az egész? A bátyám tanult zongorázni, és emlékszem is, hogy kiskoromban ott táncoltam mellette egy bizonyos darabra, amit még úgy azóta is így nagyjából el tud játszani. És innen jött az ötlet, hogy én egyáltalán odaüljek a zongorához, és nyomogatni kezdjem. És éppen otthon volt a nagynéni, amikor én így magamtól addig próbálgattam, amíg a boci-boci tarkát le nem sikerült játszanom, és azt mondta a nagynéni anyukáméknak, hogy vigyenek el engem zongoraórára. Én erre nem emlékszem, de nagyon lelkes voltam ezzel kapcsolatban, és anyukám, vagy akkoriban nekem nagyon nehezen ment a köszönés, és az volt a feltétele annak, hogy én elkezdhessek zongorázni, hogy egy nagy hangos csókolom Emőke nénivel kell köszönnöm a zongoratanárnőmnek, ami meg is történt, úgyhogy én azóta zongorára járok. Ha már Emőke nénit itt rögtön a legelején megemlítetted, mi az az első dolog, ami vele kapcsolatban eszedbe jut, ha visszagondolsz a közös munkátokra, ami azóta is ugye töretlen? A sok játék, így a legelső benyomásom. Nagyon sokáig csak egykezes darabokat játszottunk, össze kellett gyűjtenem a népdalokat, amiket tudok, szolfést gyakoroltunk, improvizáltunk ketten, meg bujocskáztunk, úgyhogy az első egy-két év az inkább a játékról szólt nyilván, mert nagyon kicsi voltam, de az nagyon sokat segített a későbbiekben, hogy mindig is szeretettel tudtam fordulni a zongora felé. Hány éves voltál ekkor? Mikor kezdted? 5,5 éves voltam, nagy csoportos koromban kezdtem el. Hogyan látod, ideális kor volt ez a zongora elkezdésére? Tehát igen. Aki mondjuk szeretne zenét igen. tanulni, kezdje el óvodás korában? Mindenképpen kezdje el, mert nem nagyon csináltunk mi semmit így az első évben, azon kívül, hogy ismerkedtem a hangszerrel, de ez annyira kellett ahhoz, hogy később se adjam fel, hogy nagyon sokat segített. Mit jelent számodra a zongora? Miért, szerinted miért ez lett az a hangszer, ami végig kísérte a diák éveidet? Fogalmam sincs, csak így beleszerettem, és például hogy annyira fontos lett nekem, hogy nagyon nem is tudnék más hangszerbe belekezdeni. Már gondolkoztam azon, hogy mit kezdjek el ez után, de az összes olyan nehéznek tűnt. Nyilván ez volt ott az orrom előtt, és tényleg a hangszerek királynője. Nagyon sokféle hangszint meg lehet rajta szólaltatni, tényleg olyan, mintha egy komplett zenekart kéne utánoznom. Sok olyan darab is van, amit eredetileg zenekarra írtak, aztán pedig átkomponáltak zongorára, és nagyon jó, nagyon tetszik benne, hogy sokszínű, meg az is, hogy nem kell azzal vesződnöm, hogy elhangolódik, és egyszerűen ki lehet belőle hozni szép hangokat, de mégsem olyan egyszerűen, mert egyáltalán nem mindegy, hogy üti le a hangokat az ember. Szóval egyszerre egyszerű is, meg nagyon nehéz is. Időben mit jelent az, hogy te zongoráztál? Az iskola mellett mennyi plusz órát kellett arra rászánnod, hogy te eljuss erre a szintre, ahol most tartasz? Emőke néni szerint túl keveset. Mindig azt mondta, hogy gyakoroljak többet, hogy ilyen 3 órákat akart nekem, hogy én 3 órákat gyakoroljak. Hát ebből nem lett semmi. Egy napi fél órával nagyon sokáig kihúztam, aztán ebből 3/4 óra, 1 óra lett, most így a karantén alatt 1-1,5 órákat gyakoroltam. Nem is mindig bírt többet a kezem, volt, amikor vegyület, és akkor pihentetni kellett, de nem gyakoroltam én olyan nagyon sokat, őszintén szóval. Segítséget jelentett az, hogy te játszol hangszeren például most a karantén ideje alatt? Ez mit jelent számodra, amikor otthon vagy és van időd zongorázni? Hát kikapcsolódást. Mindig nagyon-nagyon élvezem az új dallamokat, főleg a blattolást, szóval amikor kottából kell játszanom, ez nagyon fontos is, hogy karbantartsam a kottaolvasási készségemet, mert nyilván, hogy addig kell olvasnom a kottát, amíg meg nem tanulom a darabot, utána ezt annyira nem kell használnom, és hogyha egy darabot sokáig gyakorlok, akkor sokáig nem kerülök kotta elé. Úgyhogy szoktam úgy gyakorolni, hogy csak kottából nézek egy darabot, és az annyira jó dolog. Nagyon sokat segített, hogy így a mókuskerékből, a tanulásból, amikor nem mindenből elegem volt, leülhettem, és csak arra koncentráltam. Amikor odaülsz a zongorához, akkor mi az, amire gondolsz egy-egy darab játszása közben? Az adott darabra összpontosítasz, vagy saját magadra figyelsz, a külvilágra esetleg? Mi van ilyenkor a fejedben? Hát először is próbálom elengedni magam, hogy a stressztől megszabaduljak, ez nem mindig sikerül, de most például a záróhangversenyemen minden darabnál éreztem, hogy én teljesen relaxált állapotban vagyok. Van olyan darab, aminél egy konkrét történet is van mögötte, ezekből ez a
kisebbik része a darabjaimnak. Általában arra gondolok, hogy milyennek kell annak lennie. Szóval azok az utasítások, vagy azok a hívószavak, hogy mondjuk annak halknak kell lennie, súlyosnak, súlytalannak, vagy ott a legfelső hangnak kell megszólalnia, mindig ezek pörögnek át újra és újra. Említetted ezt a záró hangversenyt, erre a felkészülés hogyan zajlott, mekkora feladatot jelentett számodra? Egy évig tartott a felkészülés, folyamatosan vettünk elő újabb és újabb darabokat. Az utolsó két hónap úgy nézett ki, hogy Emőke néni mondta, hogy melyik darabot játszam el az online zongora órán, és akkor én azt játszottam. Hát volt olyan darab, ami csak így az utolsó pillanatra állt össze, voltak részek, amik nem nagyon akartak a fejembe menni, de így összességében még egy új darab megtanulására is volt mellette időm, úgyhogy így volt ez teljes. Mit lehet elmondani a karakteredről? Mennyire vagy például maximalista saját magaddal szemben zenélés közben, zongorálás közben? Teljes mértékben maximalista vagyok. Mindig próbálom jobban vagy szebben eljátszani. Vagy úgy, ahogy én akarom, vagy Emőke néni akarja, az általában így a kettő együtt jár. És hát hozzá kell szoknom ahhoz, hogy soha semmi nem lehet tökéletes. Ebben rengeteget segít nekem a zene, szóval így a kudarcokkal és a hibákkal sokkal könnyebb szembenéznem, mert ezt már elég korán megtapasztaltam. És voltak olyan esetek, amikor én csak így röhögtem, hogy nem igaz, hogy ezt 3 éve tanulom ezt a darabot, és én mindig nem sikerül azt a részt normálisan megtanulnom. Emőke meg csak fogta a fejét, hogy jó, de 2 hét van még a hangversenyig, nem igaz, hogy nem tudod. Igen. És ilyenkor mi a jó megoldás? Túl kell rajta lendülni, mintha nem történt volna meg az az adott kis hiba mondjuk játék közben, vagy leállsz, elkezded előről, neked mi a jobb módszer? Hát mindig, ami aktuálisan eszembe jut. Van, amikor ilyen pontokat kell megegyezni a darabban, úgy szoktunk gyakorolni, hogy ne csak az elejéről tudjam elkezdeni, hanem így 4 ütemenként, 8 ütemenként el tudjam kezdeni. A következő támpontot keresem meg olyankor. Most az egyik, a Liz darabomban volt egy hibám, ott például tovább mentem, mert az volt a következő támpont, ami így hirtelen eszembe jutott, de volt olyan, amikor egy indítás nem sikerült jól, azt újra kezdtem, szóval ez mindig ahogy jön. Amikor gyakorolsz egy-egy újabb darabot, akkor kinek, kiknek mutatod meg először? Értelemszerűen a zongoratanárnőd hall először, de mondjuk utána, amikor ő már hallotta. Hát ugye nyilván a szüleim hallják, amit otthon művészkedek vele. Emőke néni is ugye fokról fokra, lépésről lépésre követi a darabot. Énekkaron szoktam zongorázni, így énekkar előtt után. Nem tudom, hogy ez most hogy lesz, de így az énekkarosoknak mindig szívesen játszottam. Hogyan tovább felmerül a kérdés, hogy a zongora valószínűleg a te életedben mindig ott lesz, de milyen szinten? Hobbi szinten fog benne maradni, valószínűleg. Aztán lehet, hogyha egyetem mellett még lesz egy 25. órám is így a napban, akkor lehet, hogy fogom tovább folytatni így a zenetanulást aktívabban, de mindenképpen haza fogok járni zongora órára, Emőke nénihez, így hétvégente, úgyhogy én majd igyekszek egy zongorát vadászni a környezetemben, ahol tudok gyakorolni, aztán majd meglátjuk. Hogyha esetleg most korosztályod tagjai, vagy fiatalabb lányok, fiúk nézik a műsort, és gondolkodnak azon, hogy válasszanak hangszert, kezdjenek zenét tanulni, mit mondanál nekik, miért vágjanak bele? Hát azért, mert a szép darabok nem feltétlenül nehezek. Szóval az egyszerű dallamokkal is nagyon nagy mosolyt lehet csalni az emberek arcára, és akkor nem csak a többiek fogják élvezni ezt az egészet, hanem az is, aki csinálja, és szerintem csak attól függ, hogy mennyire szép a zene, mennyire élvezzük. Szóval nem az a lényeg, hogy milyen szinten vagy mennyi időt fektet bele, hanem hogy élvezi, amit csinál.